Köszöntöm nézőinket, mai vendégem Vermes Tíme, a Pécsi Nemzeti Színház opera tagozatának a magánénekese, operaénekes, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a színház közelében. Találkozásunk pedig több minden szempontból jött létre, hiszen ebben az esztendőben, ugye kezdjük a lényeggel, 50 éves lettél, bizony. És ehhez nagyon nagy szeretettel gratulálunk, ez egy fantasztikus évszám minden ember életében, és talán egy művész és egy művésznő életében talán még többet jelenthet. Ebben az esztendőben, illetve ebben az évadban, a Chicagóban játszol egy epizód szerepet, ugye ez egy Broadway musical, de rád jellemző az, hogy nagyon komoly operákat énekeltél, a leggek közül énekeltette a sokszor a főszerepeket. Ebben az esztendőben ez a kis epizód szerep, ez mit jelent neked a musical műfajban? A hangod ugye kiválóan alkalmas mind a két műfajra, operára is, musicalre, egyebekre. Igen, azért behatárolnám, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egyrészt nagyon köszönöm a meghívást, mert nagyon jól esik. Másrészt pedig, igen, tehát hogy annyit finomítanék ezen, amit mondtál, és nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen felvezettél engem, hogy a musical szerepeim azok vagy rám íródtak, vagy pedig azok a fajta musical szerepek, amik ugye szoprán musicalek, vagy musical szerepek, és igazából azért az én hangom azért bekategorizált valamennyire, tehát nem vagyok egy torokhangon éneklő, vagyis ez a kevert torokhangon éneklő énekes, és éppen ezért úgy gondolta a színház vezetése, szerintem nagyon, nagyon jól, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy én egy olyan szerepet énekeljek ebben a musicalben, mert eleve az, hogy bekerültem ebbe a musicalbe, ez nagyon megtisztelő és nagyon jó érzés számomra, ami egy opera szerep, tehát valójában ez a Mary Sunshine, ugye ez egy opera szerep, amit van úgy, hogy kontratenorok, vagy hát fiúk szoktak énekelni. Egy kicsit ilyen, ezt épp mondtam, amikor így picit beszélgettünk a folyosón, hogy ez egy kicsit ilyen elemelt a darabtól, ez az egész karakter, mert hogy csak úgy lóg a levegőben, és valójában egy kicsit meghökkentő az, hogy bejön egy nő, aki nem is tudjuk, hogy nő vagy nem nő, és elkezd áriázni. És mi ezt így picit megfinomítottuk a Bókai Zolival, hogy ez azért én mégiscsak egy nő vagyok, ez nyugodtan látszott, hogy az vagyok, és hogy ebben a, és természetesen Szláven is úgy gondolta, hogy vagy hát ő volt az, aki ezt az egész ötletet így elindította, hiszen ő a darab rendezője, hogy legyen ez egy kifejezetten, mint az Ördög Prádát visel, kicsit egy ilyen, hát mint egy ilyen fölülről hatalommal bíró média guru. Ez a Mary Sunshine, és gyakorlatilag ő az, akin keresztül a hírek jönnek-mennek, és amit ő leírat az újságíróival, azt a nép elhiszi. Szóval ez is egy ilyen érdekes fricska ebben a darabban, mint sok minden más. És nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem ebben a próbaidőszakban, meg hogy ezt a produkciót remélem sokáig fogjuk futtatni, mert nagyon jó hangulatú próbaidőszak volt egyrészt, másrészt meg nagyon sok mindent tanultam ezáltal. Például a fegyelemről, a balettosok fegyelméről, ahogy ők dolgoznak, és ami egyébként rám alapvetően jellemző, 50 év ide vagy oda, hogy sokszor szétmegy a figyelmem, ezt pont most tanítom a gyerekemnek, hogy hogyan kell koncentráltan dolgozni, és dolgozom én, meg jól is, azt gondolom, hogy nem rosszul, de amikor például olyan van, hogy lekésem a tapsrend próbát, ami most megtörtént, és mindenki tudja, hogy tapsrend próba van, csak én nem, akkor azt gondolom, hogy azért van, mert hogy alapvetően nem tanultam meg azt a nagy fegyelmet, ami például a balettosokra jellemző, ezért mondom, hogy tanultam ezáltal, mert hogy néztem, hogy ők milyen fegyelemmel dolgoznak, és nagyon jó volt látni, hogy 20 éves koruk ellenére csendben vannak, csinálják a dolgukat. Meg alapvetően is azt gondolom, hogy mindig tud az ember újat tanulni. Rockoperában is énekeltél 2009-ben a Zrínyi 1566-ban. Ez neked milyen kihívás volt, milyen felkérés, milyen szerep volt számodra? Hát ez nagyon szép és megtisztelő feladat volt nekem, és 10 évig játszottam a Moravec produkcióval. Ugye Moravec Levente ezt nekem szánta alapban, ezt a szerepet, és akkor Balázs és Szabolcs és Horváth Krisztián az én hangomra írták meg
ezt az egész Éva szerepkört, aki ugye Rosenberg Éva, az Rényi felesége. Nagyon sok boldog pillanatom volt ebből a darabból, és nagyon hálás vagyok érte. Többek között a gyerekünk keresztapját, Csasvári Sanyit itt ismertem meg, és akkor még ugye nem tudtam, hogy egy év múlva érkezik majd Bubi, és hát akkor az egy nagy sok is volt a boldogság mellett az életemben, hogy fogom ezt akkor most tovább játszani, és ugye akkor lépett be Füredi Niki a képbe, és onnantól kezdve kettőzte a produkció ezeket a szerepeket, meg akkor az én szerepemet, meg akkor már többet is, de hogy alapvetően ez rám íródott. Ez egy borzasztó nagy dolog, szerintem egy operaénekes életében hatalmas. Ezt többször elmondtam már, hogy miután mi ugye interpretálunk, és általában nem élő szerzőktől. Ezért az, hogy élőben még életében a szerzővel tudunk kontaktálni, beleszólhatunk dolgokba, hogy nem, ott nem azt szeretném, hanem ezt. Ezt egy operaénekes, egy komoly zenei énekes nagyon ritkán éli meg, és szemben a könnyűzenészekkel, akik ugye ezt nap mint nap így léteznek, hogy ők hozzák létre a zenéket, az nagyon ritka, hogy megadatik, hogy mondjuk így szerzővel dolgozhat együtt egy operaénekes. Úgyhogy ezért is vagyok hálás nagyon. És azért is mondtam ezt, hogy általában ugye a musical szerepek, tehát azok a musical szerepek, amik ezek a klasszikus musical szerepek, azok engem elkerültek, mert már a hangi adottságaimból kifolyólag sem voltam úgy musical énekes, de adottak ilyen ajándékok az életemben, mint például az Rényi, vagy eljátszottam a Muzsika hangját például, vagy a Gatspellben annó játszhattam, tehát voltak azért musical szerepeim is, ezzel ezt mondom, de főleg inkább operett és opera, leginkább opera, és azon túl aztán operett és musical szerepeim. Említetted, hogy a hangi adottságod, ez egy olyan határeset lehetett, hogy nem az az igazi musical, de még az operás hangodba belefér ez. Tehát nem tudom, nem ért olyan vált téged esetleg, hogy tönkre megy a hangot, de, hogyha a musicaleket énekelsz, és akkor az operába te már nem leszel úgy, volt, találkoztál ilyennel? Nagyon sokszor, sőt, az egész pályám erről szólt. És kellett-e bizonyítanod, vagy pedig hát szerencsés a hangkészleted van? Hát tulajdonképpen igen, azért mondom, hogy az egész pályám erről szólt, mert ez nagyon sokszor okozott nekem konfrontációs helyzeteket. Szóval még Gulyás Dénessel is egyébként, akivel már nagyon-nagyon jóban vagyunk, de az elején ő is azt mondta nekem, emlékszem, mikor a Róma és Júliát próbáltuk, hogy el kell döntenem, hogy én most ez alatt a gúnó próbaidőszak alatt én nem fogok énekelni musicalt. És emlékszem, hogy akkor így ütköztünk is, mert hogy én meg úgy gondolom, hogy az a musical, amit én énekelek, ez a Sarah Brightman stílus, ezt mondjuk ki, tehát ez a crossover, amiben benne van az impetto hang, tehát az operaénekesi hang, és van benne egy finom, akár fejhangon előállított és egy kicsit kevert melltorok hang. Ez nem árt, nekem legalábbis soha nem ártott a pályám során. És most azt kell, hogy mondjam, hogy 50 éves lettem, és tavaly elénekeltem a Mimit, és érezhető volt, hogy nekem egy abszolút érintetlen hangom van. Tehát nem kezdett el még úgy meglazulni a hangszalagom, amit nekem egyébként 20 évesen mondogattak, hogy na majd meglátod, hogyha ezt csinálod, hogy ezt is énekled, meg az, akkor mi fog történni? Én meg azt gondolom, hogy nem. Attól függ, hogy az ember milyen technikát használ, meg hogy
lelkileg mi az, ami én a lélekben hiszek, és abban, hogy mi az, amit te elhiszel magadról. Én soha nem gondoltam, hogy ez nekem ártalmas lehet, soha, egyetlen percig sem. És amikor azt mondták, hogy de, akkor mindig megpróbáltam általában finoman, aztán ha kellett, akkor elég erélyesen elmondani azt, hogy nem érzik azt, amit én érzek. Tehát ez az én testem, az én hangszalagom, vagyis kettő darab hangszalagjaim. Én érzem, hogy ez olyan, mint mikor a gyerekemmel terhes voltam, és akkor mindenki azt mondta, hogy milyen rossz, hogy én még 8 hónapos terhesen énekelek. De hát azt én éreztem, hogy nem rossz. Tehát nem volt rossz, mert úszkált, és jól volt. Más kérdés, hogy most azt mondja, vagyis hát 3 évesen azt mondta, hogy tudod te, anya, hogy mekkora hangzavar volt a te hasadban? Azt emlékszem, hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ő nagyon sokáig így emlékezett azokra a dolgokra, amit átélt a méhen belül. Neki jó hangja van egyébként, van hallása? Most kezdett énekelni. És én egészen eddig nem vittem énektanárhoz, mert már beszéltünk erről a Tillai Timivel, nekem ő nagyon régi, ugye mi együtt végeztünk már opera szakon, vagyis igen, tehát az egyetemi diplománkat együtt szereztük a Timivel, és már akkor így beszélgettünk, hogy na majd mi lesz, hogyha nekem gyerekem lesz neki, stb. Neki ugye akkor már volt a fia. De a lényeg, hogy most vittem el Timihez a bubit, és ehhez is egy lökés kellett, mert úgy mindig azt hallgattam, hogy amíg nem mutál a gyerek, addig nem szabad vinni, már mint egy lány, addig ne vigyük, mert tönkre tehetjük. És akkor a Szulák Andival ebédeltünk egyik szombati nap, pont a premier előtt egyébként, és ott volt az ő lánya, meg az én lányom, így ilyen családi ebéd volt, és akkor kérdezte, hogy na és Bobikám, hogy te énekelgetsz már? És akkor Bobi így a pizzája fölül így átnézett, hogy hát csak otthon, mert az anya nem enged, mert azt mondja, hogy még kicsi vagyok, és az Andi így rám nézett, hogy na topsikám, menjél te nyugdíjba, na majd én kezelésbe veszem, és én ránézett a bubira, és akkor így elkezdtünk erről beszélgetni, és aztán azóta is ezen röhögünk a bubival, hogy azt mondta az Andi, hogy na menjél te nyugdíjba, azért, mert tényleg valahol ez a klasszikus éneklés, ugye ez azt tanította, azt verte belém, a klasszikus énektanítás, hogy van egy bizonyos kor, ami alatt a gyerek nem kezdhet el énekelni. Jó, de klasszikus nem kezdhet el énekelni nyilván, de hogy azért ilyen kis szájpróbálgatásai már lehetnek, és a Timi iskolája erre nagyon-nagyon jó és alkalmas, hogy ott már így elkezdenek kicsit kinyílni, lehet mikrofon, és akkor meg hogy esetleg majd koncerteken, tehát így egymás között ilyen kis megmérettetések is lehetségesek, és ez fontos szerintem. Úgyhogy most volt élete első énekorán, hát borzasztóan, nagyon, én is elcsodálkoztam egyébként, Gabi, hogy milyen kis tehetség szorult az én gyerekembe, amiről eddig nem is tudtam, mert hogy táncol egyébként a fő csapásvonal, ami neki nagyon fontos, az a tánc. Színjátszás, ilyesmire jár ilyen szakkörre, hát mivel a Waldorf iskolás, ezért a dráma, ahogy mondod, ez náluk alap. Tehát ő nekik dramapedagógus egyébként az osztálytanítójuk, nagyon zseniális ebben az Eszter, Somorjai Esztert, nagyon-nagyon csodálatos, amiket létrehoz darabok. Úgyhogy Alkésztrisz volt tavaly a gyerekem évvégén, ez egy főszerep, egy görög dráma, és egyébként, mert ugye akkor pont a görögöket tanulták, és egyébként ez már a sokadik ilyen olyan komplex egységekben kell ezt elképzelni a Waldorfban, hogy ők maguk a zenekar, tehát mindent ők hoznak létre. Tehát ez akkor egy olyan előadás, amit ők világítanak, mindent. Tehát teljesen egy ilyen Gesamtkunstwerk, ahogy ezt megálmodta Anno Wagner, tehát ugye attól, hogy az ügyelőtől az utolsó, mit tudom én, rendező asszisztensig mindent ők maguk egy csapat hoznak létre. Úgyhogy ez egy óriási dolog, amikor erre készülnek, mert tényleg annyira egységben vannak, hogy hihetetlen. Úgyhogy igen, tehát ebben is
van azért már tapasztalata, gyakorlata, abban is, hogy milyen az, amikor az ember kis szerepet játszik, mert nagyon okosan az osztálytanítója nem emeli ki őt folyton. Tehát az, hogy tavaly eljátszotta az Ákesz részt, azt megelőzte nagyon sok apró szerep, amikben volt úgy, hogy csak két mondata volt úgy, hogy ő volt a madárka. Szóval hogy nagyon-nagyon, tehát hogy egy ilyen felépített csapatmunka van ott, és nem az, hogy azért, mert ő mondjuk ilyen kis ügyes, akkor mindent ő játszik, nem. Őneki is meg kell azt tanulni, hogy milyen az, amikor alá dolgozik egy csapatnak. Hát így marad egészséges a lelke. Igen, azt gondolom, hogy ez az, ami az én tudatot és nem az egót erősíti, úgyhogy ez nagyon fontos. Menjünk vissza egy picit most a színházhoz, az anyuka szerepeiről beszélgessünk. Ugye a 2021-22-es évadban a Pécsi Nemzeti Színház opera tagozata műsorat üzte Puccini Bohém élet című operáját, melyet ugye Bozsik Ivett rendezett. Ebben Mimi szerepét alakítottad, és úgy tudom, hogy neked ez egy ajándék volt ez a szerep, ez az egész Bohém élet. Miért? Igen. Hát több szempontból is. Egyrészt pont így említettük a szerepálmot, hogy van-e olyan az életében a színésznek, az énekesnek, és biztos, hogy van, de ki így, ki úgy éli meg. Most nekem mindig is a szerepálmom, a kimondott szerepálmom az Éjkirálynője volt, mert ugye koloratúr vagyok, és hát mi lehetne egy koloratúrnak más a szerepálma, mint az Éjkirálynője. De ugyanakkor ez a Mimi, ez egy teljesen tudat alatti szerepálom berögződésem volt, és ez utólag, amikor már megkaptam a szerepet, gondolkodtam el ezen, hogy vajon miért volt ez ilyen fontos nekem, olyannyira, hogy beszéltem erről a Dénessel annó, hogy én ezt szeretném, és ezt soha életemben nem kértem magamnak szerepet, soha, de hogy ez, amikor megtudtam, hogy ez lesz, akkor ezt így megemlítettem, hogy én ezt a Mimit valóban szeretném. És ő nem gondolta, tehát hogy ő azt gondolta, hogy én nem ez a karakter vagyok, mert ugye ez egy naiva szerep, és én nagyon ritkán játszottam naivát. Na mindegy is, hogy így visszacsatoljak a főiskolás éveimre, amikor Bukszár Mártával tanultam ezt a Mimi áriát, akkor azt mondta nekem, hogy hozd el, mert tanulunk rajta íveket, kötéseket, belkántó, de hogy ő is tudta, hogy ez azért annyira nem az én szerepköröm. Tehát ugye ez ennél egyrészt általában vastagabb hang, mint az enyém, másrészt meg egy karakterében más lelkületű szerepkör. Akkor rájöttem, hogy de én ezt mindig szerettem volna. Emlékszem még, amikor az akkori barátomnak mutattam ezt, hogy hallgassd meg, mert hogy ezt tanulom, és valahogy olyan mélyről jött belőlem ez az egész érzés, hogy ez a Mimi érzés, hogy ezt nem tudom megmagyarázni, és hogy ezt csak akkor értettem meg, amikor eljátszotta, amikor már próbáltunk, és amikor elkezdtem belebújni Mimi bőrébe. És hogy miért még plusz ajándék, az azért, mert hogy a Bozsik Ivett az számomra tényleg egy ilyen megfogalmazhatatlan, megfoghatatlan tanítás volt az életemben. Szóval az a lelki magasság, ahol ő létezik már, az mindenki számára egy ilyen útkeresés lehet, mert ő egy olyan mélységgel alkotta meg ezt a darabot, hogy soha ilyen próbaidőszakot nem éltem meg. És ezt mondom úgy, hogy most is volt egy csodálatos próbaidőszakom, de ez teljesen más. Tehát ez olyan, mintha így rakosgatnánk a próbaidőszakaimat, az 50 éves koromban még megélt próbaidőszakaimat, és van ez, van a bohém élet. De azért, mert eleve
teljesen másképp nyúlt hozzá, meg azért, mert nekem ez ennyit jelentett a Mimi. És azért, mert úgy tudott kapcsolódni a lelkünk. Tehát az Ivett lelke, meg az enyém, és hogy olyat tudott nekem adni, amit úgy gondolok, hogy az életemben így fölülről kaptam. Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút univerzum által kapott ajándék, amiben minden együtt játszott. Tehát az, hogy én mertem azt mondani a Dénesnek, hogy igen, nagyon, nagyon jó a műzet, de nem lehetne, hogy esetleg megpróbáljam a Mimit. És hogy ő azt tudta mondani, hogy de tényleg miért ne? És hogy tudott jönni az Ivett, és hogy egyáltalán a bohém életét Pécset bemutatásra kerül. Szóval, hogy így minden nekem egy hatalmas ajándék volt. Nekem volt a lelkemben egy halál, tehát hogy meg kell halnom, és hogy ezt nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez egy dráma, tehát hogy az életemben majd én megbetegszem és meg fogok halni, és ez így konkrétan bennem volt, és most értettem meg, hogy nem, ha én nem betegszem meg, én nem fogok meghalni, én nagyon sokáig fogok élni. Nekem ez volt ez a Mimi bennem, amit meg kellett élnem ahhoz, hogy megértsem, hogy nekem a színpadon kell meghalni, tehát hogy meg kell élnem a halált még az életemben valamilyen módon. És hogy ezt így tudtam megélni a tavalyi évadban, és ezért örök hálával tartozom a színházamnak, a zeneigazgatómnak, Bozsi Kivetnek és az egész univerzumnak, hogy ez így létrejöhetett. Hát gratulálunk hozzá mindenképpen. Köszönöm. Most, hogy 50 éves lettél, van-e valami vízválasztó így a lelkedben, hogy mostantól kezdve vannak dolgok, amit másképpen szeretnél, egyfajta számvetést készítesz az életedben, vannak komoly terveid, hogy vagy te most ezzel? Igen, hát ez az 50 év azért, megmondom őszintén, hogy függetlenül attól, hogy nem érzem magam 50-nek, mert én tudom, hogy én abszolút fiatalos anyuka vagyok, tehát hogy 12 éves a lányom, és meg se engedhetem magamnak, hogy nagymama legyek, úgy abban az értelemben, ahogy... De azért az 50 év azért elgondolkodtatja az embert. Szóval ezt meg is írtam a Facebookon, hogy azért azon a napon, mikor felébredtem szeptember 25-én, és így elkezdtem gondolkodni, hogy azért a nagyobbik felét leéltem, hogyha most nem az Erzsébet királynőből indulunk ki, hogy mit tudom én, 100x éves koráig élt, ugye a anya királynő Erzsébet, akkor azért az ember úgy azt gondolja, hogy azért 90-valahányat kívánok magamnak, de az akkor is több, mint a felét már megéltem. És hogy mi az, ami így kicsit mellbevágó volt? Az, hogy amit a nagymamám mondott mindig, hogy Tudikám, ez az egész egy pillanat. És hogy úgy ébredtem, hogy mi? Tehát, hogy ez mikor telt el? Tehát, hogy ezt nem értem én, hogy hát de tegnap még 22 voltam, és tényleg úgy ébredtem, hogy így nézem a kezem, a lábom, és hogy persze használom 50 éve a testem, de hogy ez mikor történt? Mert hogy egyébként én ezt nem érzékeltem. És ez a döbbenetes, hogy felgyorsult az idő, nem tudom mikor, de hogy most már egy jó ideje felgyorsult. Hogy az, ami egyébként tök lassú volt, még mint olyan 20 éves koromban, az most egy dupla tempó, tehát duplán pörögnek a napok, és hogy innen van az a kérdőjel, vagy inkább felkiáltójel, ami villog az ember fejében, hogy le kell lassulni, és meg kell köszönni minden napot, mert hát borzasztó gyors, iszonyú gyors. Tehát, hogy minden napnak kell örülni. És hogy igenis, hogy a mai reggelem is nagyon stresszes volt, és hogy általában
jönnek ezek a stresszes hétköznapok, amikor feladatot kell megoldani. És én még csak azt sem mondom neked, hogy én nem vagyok egy pánikolós típus, mert még mindig, annak ellenére, hogy 13 éve egy olyan komoly önismereti tréningben vagyok benne, amit én magam, van egy mesterem, és folyamatosan képzem magam, de még mindig ott tartok, hogy amikor történik egy olyan, hogy a gyerekem lejön a lépcsőn, és azt mondja, hogy anya, valami nagyon nagy baj van a kezemmel, mert nem tudom hajlítani, akkor az az első, hogy úristen, pánik, és emellett már megtörtént az reggel, hogy felhívtak az anyukám, ugye Alzheimeres, és egy intézetben van, hogy el kellett küldeni, mert a sürgősségére, mert elesett és beverte a fejét. De hogy ez a kettő történt ma reggel, és akkor ilyen félsminkkel otthon ültem, és akkor az én férjem, aki mindenben mindig támaszom és segít, úgyhogy ő majd mindent megcsinál, én csak fejezem be a sminkemet, de hogy megmondom őszintén, hogy borzasztóan feszült voltam, és ezt a feszültséget így adtam is ki magamból, és mondtam, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy veletek van bajom, csak most fogok kiabálni, mert kell, hogy jöjjön ki, és ők tudják, hogy ilyenkor kell, hogy jöjjön ki, és így jöttem, mentem a lakásban, és csak mondtam a magamét, és tudom, hogy ez szörnyű, de valahol ki kell, hogy jöjjön, és ők tudják, hogy ez néha megtörténik, mit tudom én havonta, mert annyira sok minden van, ami begyűrűzött így az 50 év kapcsán, például az anyukám elvesztése. Ami azért mondom, hogy elvesztése, mert ő már el van veszítve. Szóval, hogy ő már, hát mondjuk ki, el van veszítve, tehát az az énje, ami most van, az egyáltalán megközelítőleg sem hasonlít arra, ami az én anyukám. Úgyhogy az én anyukám el van veszítve, és elveszítettem a nagynénémet a múlt év április 6-án, vagy bocsánat, nem jól mondom, mert hogy 22. április 6-án, azért mondom, hogy múlt év, mert állandóan évadokban gondolkodom, tehát hogy a múlt évad végén, ugye. És hogy így gyakorlatilag elveszítjük a felmenőinket. Szóval erre akartam, ilyen hosszan körbejártam ezt a témát, de hogy mi az, ami vízválasztó. Azt gondolom, hogy ez, hogy elveszítjük az eredendő családunkat. És az a család, akit mi teremtünk magunk köré, annak leszünk mi az eredendő családja a gyerekemnek, akinek egyébként egy nagyon érdekes, komplex családot biztosítok, azáltal, hogy ugye két apukája van, ezt mindig így szoktam mondani, de hogy tényleg így van. Tehát, hogy nálunk van egy nagyon érdekes és szoros összefonódás a volt férjemmel, és a második férjemmel, aki a férjem, és aki egy csodálatos segítség az életemben, és akivel hárman élünk, ugye így, hogy a kislányom, meg ő, meg én, de ugyanakkor a volt férjem az így szorosan bekapcsolódik a mi családunkba, és nem gondolom, hogy ez abnormális, és szemben azokkal a kérdésekkel, mikor így, hogy ezt hogy csináljátok, a világ legtermészetesebb módján csináljuk úgy, hogy nekem van egy hiperintelligens férjem, aki egyszerűen nem úgy kezeli a volt férjemet, mint egy volt férjet, hanem úgy, mint egy embert, és mint a gyerekemnek az apját. Ilyen tök egyszerű. És akkor leülünk együtt vasárnap úgy, hogy a János megfőzi a vasárnapi ebédet, és leülünk együtt négyen. Mert nem egóból működünk, hanem egy én központú család van, aki mindenkinek van nyilván a saját kis élete, meg igaz, ami fontos számára, mindenki békén hagy, amikor éppen békén hagyásra van szüksége, de hogy alapvetően nem abból, hogy nem fog ide ülni, mert az is... Nem, tehát azok az ego jegyek, amik egyébként egy családban rosszá tesznek egy globális egységet, és egyébként, mert az működhetne jól is. Nehogy azt gondoldám, hogy ez nálunk mindig így van, de hogy alapvetően így van. Tehát, hogy aztán vannak kilengések, vannak összeveszések, hogy ne lennének, mindenhol vannak. És vannak ilyen reggelek, amikor úgy indulok, hogy az oknival is összeveszek. De szó szerint, tehát azt mondtam a lányomnak, hogy de ebből kilóg a lábadnak a fele, vedd föl a másikat, és akkor így ült, és azt mondta, hogy anya, mikor ezt már nagy nehezen a rossz kezemmel feleröltettem, én tudja, hogy nem cserélem ki. Akkor ott vagyok én, így csipőretet kézzel. Tehát, hogy minden van, minden is van, de hogy alapvetően megpróbál az ember úgy működni, hogy minden napnak súlya van, és hogy minden napot úgy éljünk meg, hogy az jó legyen, vagy legalábbis jobb.
Ha ezt most nem meséled el, nem is gondoltam volna, mert annyira nyugodt, kipihent és kiegyensúlyozottnak tűnsz, hogy hihetetlen. Hát ez azért van, mert ezek a... Jó természeted van. Nem igaz. Nekem egy nehéz természetem van. Szerintem velem nehéz együtt élni. Szerintem nehéz velem, vagyis inkább úgy mondom, hogy nehéz engem jól megtalálni a kulcsot hozzám, de a férjem nagyon-nagyon tudja, tehát ő rettenetesen jól megtalálta az én kulcsomat, és egyébként a gyerekem is azt érzem, hogy néha kivesz az észből, de hogy egyébként sokszor sokkal bölcsebb, mint én. Tehát, hogy nagyon sokat tanulok tőle. Úgyhogy inkább így mondom, meg úgy, hogy azért van egyfajta most már önismeretem, meg egy nagyon nagy és gyors elengedésem. Tehát, hogy ami probléma, az oké, okay, ott a probléma, kiakadunk, lehet kiakadni, persze jobb, hogyha inkább nem, de megoldjuk, vagy legalábbis a megoldásra törekszünk, és ha nem sikerül, akkor elengedjük. Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Nagyon boldog születésnapot, nagyon jó szereteket kívánok, és nagyon jó egészséget anyukádnak és bubikarjának is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, tartsak velünk legközelebb is, viszontlátásra.